A gondok ideiglenes elfelejtése, vagy még inkább a kíváncsiság valami új dolog kipróbálása vezeti ahhoz a fiatalokat, hogy valamilyen káros dologhoz nyúlnak. Ezen a téren ugyanakkor szemléletváltás történt az elmúlt években. Egyre többen gondolják közülük úgy, hogy kevésbé ártalmas a drog, mint az alkohol, jellemzően ugyanis csak utóbbi negatív hatásait, következményeit látják a környezetükben. Az kevésbé, hogy a kábítószerek mit okoznak hosszabb távon. Megváltoztak a fiatalok drogfogyasztási szokásai is, jobban odafigyelnek arra, hogy a használt szer honnan van. Ketté vált a drogfogyasztóknak egy része. Az egyik az, aki megpróbálja, ha ki is próbálja, bármilyen okból kíváncsiság, új élmények keresése, rekreáció vagy valami, akkor is megpróbálja mégiscsak az egészségét egy kicsit jobban védeni, és van az a réteg, aki pedig azt mondja, hogy akkor teljesen mindegy, csapjunk a lovakba, csak bódítson és meneküljek a világ elől. Nagyon nagy felelősségünk, hogy ne legyenek nagy tömegek, akik elengedik a saját kontrolljukat, a saját gondolkodásuk, érzéseik és viselkedéseik fölött. A június 26-ai kábítószerellenes világnap alkalmából pénteken összeült Nyíregyháza kábítószerügyi egyeztető fóruma, ahol ismertették annak a tavasszal online formában végzett kutatásnak az eredményeit, amelyben több mint 700 nyíregyházi és megyei iskolás kérdeztek meg káros szenvedélyeikről. A 7-es, 9-es és 11. osztályos diákok válaszaiból kiderült, leginkább a dohányzás jellemző a körükben, miközben egyre több energiaitalt isznak. A megkérdezettek 10%-a napi szinten, fele pedig rendszeresen. Drogokkal ugyanakkor nem sokan élnek. Kevés az érintettség, tehát nem nagyon vannak, inkább minél idősebb az, akit megkérdeztünk, annál inkább előfordul, de nagyon alacsony az előfordulási arány. A gyengébb drogok azok, amik úgy bejönnek, és főleg a fiúknál, főleg azoknál, akiknek rossz a tanulmányi átlaga, és főleg azoknál, akik technikumba, illetve hát ebbe a típusú szakiskolákba járnak. Az előző évtized közepén megalakult helyi kábítószerügyi egyeztető fórum tagjait is megkérdezték tapasztalataikról, a fiatalok drogismeretéről és fogyasztási szokásairól. Az így begyűjtött adatok is hozzájárulnak a fórum drogellenes stratégiájának megújításához. Erre azért van szükség, mert egy folyamatosan és gyorsan változó területről van szó. Nem csak a kábítószerfogyasztási szokások, hanem ezeknek az anyagoknak az elérhetősége, valamint a prevenciós, kezelés és rehabilitációs lehetőségek is állandó változásban vannak. Egy olyan, ráadásul olyan társadalmi összetett kérdés, amelyben azért reagálni kell nagyon gyorsan, meg kell előzni, aki rendszeres fogyasztó, az gyógyítani kell, utó kell gondozni. Ráadásul ezek olyan súlyos dolgok, amelyek családokat, környezetet tesznek tönkre, ugye szoros összefüggése van a bűnnel, a bűnöldözéssel, ezért is tagja alapvetően a kerekasztalnak egy orvosi szakmai stáb, ezért tagja a rendőrség is, olyan szakmai civil szervezetek, akik drogbetegekkel foglalkoznak. Noha sokan azt várták, hogy a járványhelyzet idején növekedni fog a szenvedélybetegek száma, ez nem így történt, jobban odafigyeltek egymásra az emberek. A fiatalok körében sem emelkedett a drogfogyasztás gyakorisága. A kedvezőtlen statisztikák ugyanakkor hosszabb távon még jelentkezhetnek, hangsúlyozták a fórum ülésén. Fontos tudni, akik korán már fiatalon elkezdenek tudatmódosítót szedni, komoly lehetőséget vesznek el saját személyiségfejlődésüktől, önmegvalósításuktól, ami hosszabb távon komoly károsodást jelenthet számukra.